A Paksi energetikai kerekasztal témája most a Paks 2 beruházás volt, széles perspektívából vizsgálva. Márta Imre meghívott vendégként tartotta előadását, aki a projekt fontossága mellett kitért észrevételeire is. Nem vagyok annak híve, hogy Magyarországon vagy Pakson elkezdjünk meghonosítani egy nem orosz technológiát. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, csak egyszerűen mi ezt ismerjük. Mármint, hogy az itt élők és itt dolgozók ezt ismerik, még hozzá nem is akárhogy, nagyon-nagyon jól ismerik és jól működtetik. Ugye a paksi blokok nem véletlenül vannak benne mindig a, leg, a világ legbiztonságosabb blokkai között. A megjelent nyugdíjas atomerőművi dolgozók és a nukleáris iparban jártas szakemberek egyöntetű véleménye volt, hogy Paks 2 nélkül a jövőben a kapacitás fenntartása nem megoldható. Nemzeti érdek, hogy az ország áramellátása időjárástól függetlenül biztosított legyen, és ehhez az új blokkok megépítése szükséges. Nyilván bizonyos késések minden erőmű, de atomerőmű építésnél ismertek és szokásosak, sajnos, de én szerintem nincs alternatívája a Paks 2-nek, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kell építeni, ez nemzeti érdek. A volt MBM vezérigazgató előadását követően gondolataikat, kérdéseiket osztották meg az egybegyültek, és beszélték át saját ismereteik alapján az évszázad beruházását.